térjünk is rá a Steelers-re, mert utána meg kell állnunk egy percre, hogy elmentsük az adást. Sok veterán és kipróbált ikon távozott az elmúlt holt szezonban. Melyikőjük helyére vársz, vagy esetleg máshol vársz, esetleg húzást a Steelers részéről? A Steelersnek talán kettő posztra tudok elképzelni jelenleg húzást. Az egyik nyilván az OLB, a másik pedig a cornerback. Ez a kettő. Ugye távozott James Harrison, ami nem éri, ami hát érzékenyen érinti ezt a védelmet, de talán annyira nem, mint ha mondjuk két évvel ezelőtt távozott volna. Ez nyilvánvaló. Hát innentől szerintem szinte mindenhova bemondhatom a Jarvis Jones picket, hogy várjuk, ahogy itt elnézem ezt. Hát most ne, a Dallasban New York Giants-ben. Na, mondjuk oda. Nagyon. Ugye OLB kell a Steelersnek, tehát ott a Pittsburgh fanok nagyon mondták, például Robbie Luma is, aki nagy szakértője a draftnak, ugye ő nagyon szeretné Arthur Brown-t. Tehát ez szerintem egy nagyszerű pick lenne, én mondjuk 4-3 jobban el tudnám őt képzelni, de szeretném. Én, ha mondanék én egy játékost, akit mondjuk itt vinnék, szerkeszteni mockdraftban, akkor most én Arthur Brown-t mondanám. Hát igen, és akkor az azt jelenteni, hogy Jason Verrills-et tartják a kezdőcsapatban, ugye Pestrasnak, ugye Woodley ugye alap, és így a cornerbackről említettük, hogy Keenan Lewis távozott, de eddig akárki elhangzott, ez ugye mind védő. Ugye a támadósorból pedig ugye Mike Wallace. Esetleg az ő helyére egy másik elkapót itt el lehet vinni? Hát lehetne, én nem hiszek be. Én Jarvis Jones gondolom. Tehát a Pittsburgh tradicionálisan a védelemből épül föl. A védelem pedig a front sevenből épül föl. Én Woodley-t nem tartom olyan sokra. Nem gondolom azt, hogy ő egy premier rusher, akire az első számú rusher pozícióját rá lehet bízni. Most ez függetlenül, hogy melyik oldalról beszélünk. Harrison távozása biztos, hogy érzékeny veszteség, az, hogy mennyivel esett a teljesítmény az elmúlt időszakban, az még inkább. Tehát azt gondolom, hogyha ő valóban olyan hozadott értékkel bírt volna, mint a korábbi években, akkor nem küldték volna el. Tehát egy premier passzsiettetőt azt nem küldesz el, bármennyit is keres. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Verrills, hát én nem sokra tartom, tehát én nem gondolom, hogy ő kezdőszintű játékos, tehát a szekje volt akkor gyakorlatilag free run-ba, tehát nem nagyon volt blokkoló vele szembe. Tehát én azt gondolom, hogy itt outside linebackert kell húzni. Ugye Jarvis Jonesra mondják, hogy ő sem egy fizikai specimen, tehát nem ő a leggyorsabb játékos, hát ez mondjuk Harrisonra sem volt elmondható, ezzel szemben pusztította, hogy muszáj. Úgyhogy Én azt látom, hogy a védőfalt azt eletömték az elmúlt időszakban olyan, amilyen pikkekkel, de áldoztak rá bőven, a támadófalat azt tavaly tették rendbe. Elkapójuk azért van még, tehát a Sanders visszatért, Antonio Brown szintén ugye egy jó opció, választ távozott, de mélységi célpont, de nem annyira meghatározó a Steelers játéka szempontjából, tehát a Roethlisberger szerintem majdnem szinte mindegy, hogy kivel, de el fogja tudni vezényelni ezt a passzjátékot, futó nem hiszem, hogy szóba jöhet, tehát én azt gondolom, hogy a védelembe fognak erősíteni, és valószínűleg a linebacker sorba, hogy ez most középre vagy célre, nem tudom, de én Jarvis Jones-t érzem egy megjegyzés szinten. Igen, ugye mondtad az ILB posztra Arthur Brown-t, ugye Timmons-nak igen, ILB-t akartam mondani, vérlen OLB-t mondtam. Igen. Timmons ugye adott, és ugye a másik ugye fut 55 éves, és ugye Sean Spence-nek volt egy szomorú Achilles sérülése tavaly, és annak ellenére, hogy ő harmadik körben aránylag korán húzták, korábban, mint vártuk. Viszont ugye nem beszéltünk esetleg arról, hogy nose tackle, ugye Casey Hampton visszavonulása után, vagy nem is vonult vissza még, de kivált. És hát ugye ez az a Tamu Fangupo McLendon 3-as annyira meggyőző. Tehát, hát nem most itt tehát jobb opciót ezen a helyen, tehát 17. John Jenkins ugye... Hát ért, nem hiszem, hogy ért 17-et. Tehát más eleve nose nem ér első kör, így van. Csak úgy mondom, hogy... Hogyha annyira domináns, hogy nagyon, akkor igen, lehet itt tudjuk. Is, itt meg is tudjuk. Majd az is jön egyszer talán. 17th pick in the 2013 NFL draft, the Pittsburgh Steelers select Jarvis Jones, linebacker, Georgia. Jarvis Jones lett a győztes, tökéletesen passzol ugye a csapatba, úgyhogy ezt nem is nagyon szaporítjuk a szót.